Rengeteg vita van arról, hogy melyik a jobb játék, a TF2 vagy az Overwatch. És én ebben most nem is szeretnék belevenni, mert én mind a kettő játékkal szoktam játszani. Amit azonban mindenki elismerhet, hogy mindkét játékban vannak olyan elemek és ötletek, amiket nyugodtan átvehetne a másik játék, annak érdekében, hogy egy jobb játékká váljon. Ebben a videóban megnézzük 5 dolgot, amit a TF2 nyugodtan átvehetne az Overwatch-tól. Mikor Overwatch-ban elkezdődik egy meccs és mindenki hírót választ, a képernyő jobb oldalán kis tippek igyekeznek segíteni döntésünkben. Például szólnak, ha nincs healerünk, nincs tankunk, kevés a támadó karakter, stb. Ez TF2-ben egy kicsit máshogy működne, de szerintem ott is nyugodtan lehetnének ilyesmi tippek, amikor éppen karaktert választunk. Például túl sok sniper, túl sok spy, nincs egyetlen nyomorult medic se, nincs elég tűzerő, esetleg védekezése vagy capture the flag játékmóddal nincs elég engineer. Én úgy vettem észre, ezek a tippek nagyon sokat segítenek az Overwatch-ban, mert a legtöbb embert nem érdekli, ha leszólod, hogy váltsa karaktert, de ha ténylegesen a játék javasol neki valamit, akkor arra inkább hallgat. Így TF2-ben nem is mindenki, de szerintem többen választanának a csapatot kicsit jobban támogató kasztokat a 7. sniper helyett. Mielőtt kijön egy nagyobb update az Overwatch-ban, előtte mindig teszteltjük azt a játék PTR részében, garantálva, hogy élesben már minden hibamentes lesz. Bármi, amit a PTR-ban csinálunk, ott is marad, tehát az ott szerzett tárgyak és XP nem kerül át a rendes profilunkra. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a TF2-nek mennyire jó lenne egy hasonló rendszer, tekintve, hogy az update-ek gyakran nagyobb hibákkal jelennek meg, amiket igaz, hogy pár napon belül javítanak, de mégiscsak jobb lenne az elejétől elkerülni őket. Például a közelgő pályra update-et remek lenne így teszelni, nehogy egy ennyire fontos és felhypolt update el legyen rontva. A hibák keresésén kívül persze a fegyver és kaszbalanszolások tesztelésére is használhatják ezt a rendszert, vagy igazából éppen arra, amit akarnak, tehát hogy ezzel bármit lehetne tesztelni. Ha valamiben rossz a TF2 fejlesztő csapata, az a kommunikáció. Az Overwatch fejlesztői nagyon gyakran írogatnak kommenteket a fórumukba, raknak videókat, amikben elmagyarázzák, mit miért csinálnak, viszont a TF2 csapata pedig általában marad a blogposztoknál is nagyon ritkán egy-egy Reddit posztnál vagy kommentnél. Úgy gondolom, sokkal nagyobb mértékben tartaniuk ki a TF2 közösséggel a kapcsolatot, együtt dolgozni és ötletelni velünk, hogy a különböző update-ek utáni végeredmény mindkét félnek tetszen. Ha az előbb említett PTR rendszert létrehoznák és azon keresztül ténylegesen véleményeket és hibajelentéseket gyűjtenének, az egy hatalmas előrehaladás lenne a kommunikációban. A könnyed és kompetitív meccseket sok kisebb újdonsággal lehetne színesíteni. Most nem azt mondom, hogy egy az egyben másoljuk le az Overwatch-beli dolgokat, csak azt, hogy valami olyasmi működhetne a TF2-ben is. Gondolok itt egy Play of the Game rendszerre, ahol a meccsek végén mutatnak valami epic akciót, vagy éppen azt, hogy a TF2-p engineer püfli a szentrét, ami lelő 6 embert, úgyhogy az is esélyes. Emellett még lehetne killcam, a meccs végén kitűzők a legeredményesebb játékosoknak, amiken keresztül akár szavazhatnánk is egymásra. Ezek nem olyan hatalmas dolgok, de borzasztóan nagyot lendítenének egy ilyen TF2 meccs légkörén. A végén hagytam random critet, mert ez nem egy annyira fix dolog, mint a többi. Ugye az Overwatch-ban nincs semmiféle random crit, ami azt jelenti, hogy külső behatás nélkül a fegyvered mindig ugyanannyit fog sebezni, és így persze az ellenségi is. Elég jó érzés tudni, hogy nem kell félnem egy random crites fara rakétától, vagy attól, hogy megkri a pálya másik feléről le random critel, azonban még így sem mondanám a random critet egy olyan dolognak, amit 100%-osan ki kéne menni a játékból. Én magam nem annyira támogatom a random critet, mert szerintem amikor ölsz vele egyet, akkor az sokkal kisebb boldogságot okoz, mint amikor a bosszúságot, amikor belehalsz. Viszont rengetegen gondolják úgy, hogy nem kéne teljes mértékben eltörölni a random critet, és ezeknek az embereknek az érveiben is látom az igazságot, ezért én magam sem vagyok biztos benne, hogy pontosan mit kéne csinálni a random crittel. Bár már eléggé régóta van egy ötletem, hogy ha a random crit válsz vele, akkor azonnal 0 másodperc alatt újra spawnolhatnál. Tehát oké, megvolt a random crit, valakinek volt egy szép pillanata, de ezért neked ne kelljen 10-15 másodpercet várnod, hanem rögtön indulás visszaharcolni.